Köszöntöm Rábaközi televízió nézőit! A testület ülés döntéseiről dr. Bónáni dr. Németh Katalin polgármester és Major András alpolgármester beszéltek. A legutóbbi képviselőtestület ülésen több beszámoló hangzott el. Mik voltak ezek? Egyrészt a katasztrófa védelem csarnai kirendeltségéről hallgathattuk meg a beszámolót a 2016-os évről. Lehet látni, hogy nagyon jól teljesítették a munkájukat, ott voltak és segítséget nyújtottak, amikor arra szükség volt. Úgyhogy a testület a beszámolót egyhangulag elfogadta, valamint arról is döntött idén újfent, hogy a megyei Flórián napon a személyi állományokból két főt jutalomban részesít, és ezúton is köszönjük nekik, és itt nem csak a hivatásos, hanem az önkéntes tűzoltókról is beszélünk, hogy amikor probléma van, gond van, menteni kell akár emberéletet, akár vagyoni tárgyakat, akkor tehát azonnal ott vannak, és nagyon kiemelkedő munkát végeznek. A másik beszámoló a Csorna Hőnek a beszámolója volt, több napi rendi pontban is foglalkoztunk vele, egyrészt az üzleti tervükről, a 2016. évi mérlegükről. Azt kell látni, hogy amit elterveztek az eredmény vonatkozásában, adózás utáni eredmény vonatkozásában jóval megharadta a KFT. Ennek több oka is volt, ez egyik a hosszú száraz tél, a másik pedig, hogy alacsony áron sikerült a fűtőterméket beszerezniük, úgyhogy ennek kapcsán is köszönetét fejezte ki szintén a testület a Csorna Hő Kft-nek, hogy ennyire eredményesen és jól végzik a munkájukat. Itt azért el kell mondani, hogy ezek az eredmények többek között még ezentúl annak is betudhatók, hogy fokozatosan fejlesztéseket hajtanak végre, pályáznak, a pályázatok eredményesek többségébe, és ezt újabb és újabb technikai fejlesztésekre tudják fordítani. Csornaváros területén a köztemetők üzemeltetését kegyeleti közszolgáltatási szerződés értelmében a Jószív temetkezési Kft. Látja el, és a Jószív temetkezési Kft. Benyújtotta a Szent Antal temető és az Urangyal temető 2016. évi üzemeltetésével kapcsolatos beszámolóját. Ez a beszámoló nagyon részletes és szinte mindenre kiterjedő, tartalmazza a temetőkben elvégzett munkálatokat, a rendelkezésre álló sírhelyeket, azok mennyiségét, fajtáit, illetve a bevételeket és a kiadásokat is. Ezeket megismerhették a beszámolóból a képviselők, és mindannyian tudomásul vettük ezt a tényleg mindenre kiterjedő beszámolót, amiért köszönünk szépen az elkészítőiknek. A lakosságot közvetlenül érintő kerti hulladék égetéséről is tárgyalt a testületi ülés. Mik voltak ezek pontosan? Igen, ez egy nagyon népszerű kérdés, és általában minden tavasszal, meg ősszel is elénk kerül, mármint megkeresett minket a lakók, hogy akkor most hogy is van ez, mikor és hogyan lehet égetni, mármint a kerti hulladékot. A legutóbbi képviselőtestületi ülése a közterületek tisztántartásáról és a kerti hulladék kezelésről szóló önkormányzati rendeletünket módosítottuk. Erre azért volt szükség, mert ugye a kerti hulladék hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom idején most már lehet égetni egy saját rendeletmódosításunknak köszönhetően a városba. Ugye eddig ez nem így volt. Hát most megneveztünk két időpontot is, tavasszal március 1-től május 31-ig, illetve ősszel szeptember 1-től november 30-ig lehet a kerti hulladékot égetni. Természetesen ez is fontos kihangsúlyoznom, hogy rendeletben foglalt feltételek mellett, tehát kellő óvatossággal. Több pályázat benyújtásáról is döntött a testület. Melyek voltak ezek? Első körben akkor én beszélnék egy belterületi utakat érintő pályázatról, hiszen az elmúlt időszakban, és főleg a költségvetés tárgyalásakor ez a 2017-ben újítunk-e felutat, vagy csinálunk-e utat kérdés, ez nagyon népszerű volt itt a helyi politikai életben is. Ugye az elmúlt két évben azért azt nem szabad elfelejtenünk, hogy 12 utcát újítottunk fel, ami azt gondolom, hogy egy nagyon tetemes szám, és ez látszik már a városnak az útjain, hogy elkezdtünk amit, és amit lépésről lépésre szeretnénk továbbra is folytatni. Nos, ahogy fogalmaztunk körülbelül két hónapja, mi nem
csak járdát szeretnénk ebbe az évbe felújítani, hanem utakat is, csak elsősorban pályázatokon keresztül, és azt is elmondtuk, hogy ezekkel viszont a szükséges őrrészt az önkormányzat biztosítja. Akkor kaptunk hideget, meleget, annak ellenére is, hogy minden fórumon, minden csatornán szerintem nagyon egyértelműen elmondtuk, hogy az útfelújítási koncepciónkat folytatni szeretnénk. Most 2 hónap után elérkeztünk az első ilyen ponthoz, az első olyan pályázatot, amelyet meg szeretnénk célozni, és ezért a legutóbbi képviselőtestületi ülésen ugye a testület az önkormányzati feladatellátás szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való indulásról döntött. Ennek a pályázatnak egyébként a célja az önkormányzati tulajdonú belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztésének a megvalósítása az elsődleges célja. Több utcát is felmérettünk, melyek a pályázatnak megfelelnek, a pályázatban összhangban lehetnek, és így döntöttünk a Köztársaság utca, illetve a Földsziget Árpád utca útburkolatának felújítása mellett, vagyis ugye a pályázatban való szerepeltetése mellett, ez egészen pontosan így állja meg a helyét. A pályázatban a maximális összeget szeretnénk majd elnyerni, melyhez, ahogy fogalmaztam az előbb, a szükséges önerőt majd biztosítani fogjuk. Ez a két utca fog szerepelni a pályázatban. A képviselőtestület ülésen még szóba jött a Csornai Rét utca, mely az elmúlt időszakban egy többször emlegetett utca volt, melynek felújítása mellett is elkötelezett a Csornai képviselőtestület, viszont itt ezt az utcát szakaszosan szeretnénk felújítani, hiszen első körben majd az alapokat kell megcsinálni, egy alapépítéssel kell kezdenünk, és így szépen fokozatosan remélem, hogy minél hamarabb végig fogunk érni ezen az utcán is. Tehát fontos kihangsúlyoznom, hogy ebben az évben nem csak járdafelújítás lesz, hanem minden reményeink szerint folytatjuk az útfelújítási programunkat is. Én 2 másik pályázatról szeretnék még beszélni. Az egyik a Honvédelmi Minisztérium írt ki pályázatot első világháborús hadisírok és emlékművek állatmegőrző karbantartására és felújítására. A pályázat célja, hogy így módon is ébren tartsa az első világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezetet. Csornán a Szent Antal temetőben találhatók első világháborús hadisírok. A sírok nagy részére rátemetések történtek, így közülük mindössze 19 darab sírhely lelhető fel. Ezek a temető nyugati oldalán egy vonalban helyezkednek el a Szent Antal temetőben, és a sírhelyeken egy-egy darab kisméretű sírkő található, melyeken alig olvasható a felirat az elhunyt nevével, de a feliratok a levéltári dokumentumokból rekonstruálhatóak. Na most itt még szeretném elmondani, hogy itt a meglévő 19 darab sírkő felújítása mellett természetesen a környezetük rendbetételével is szeretnénk foglalkozni, és a pályázat erre lehetőséget ad, hogy a sírkövek felújítása mellett a környezetet is egy kicsit szépítsük. Én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy a méltó emléket állítsunk az elhunytaknak, az első világháborús hőseinknek, úgyhogy ezt mindenféleképpen fontosnak tartottuk ezen a pályázaton részt venni, és a testület szintén egyhangulag támogatta. A másik ilyen pályázat egy EFOP-os pályázat volt, egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása címmel. És itt szeretném elmondani, hogy ez a pályázat lehetőséget biztosít képzési, önképzési vagy tudásátadási formák megvalósításához. Itt a szakmai anyag kidolgozása folyamatban van, május 10-ig kell beadnunk a pályázatot. Igazgatónő nagyon sokat segít Szalainé Galambosi téma szakmailag. Itt egy 80 millió forintot pályáztunk meg, ennek egy bizonyos része pedig eszköz beszerzéssel is járhat, ami én azt gondolom mind a Művelődési Ház Múzeum tekintetében nagyon hasznos lenne, tehát az eszközbeszerzéseken túl hozzá tudnánk járulni az egész életen való tanulás biztosításához. Az elmúlt hónapban döntöttek a civil alappályázat kiírásáról. Milyen döntések születtek azóta?
Igen, az elmúlt hónapban már kiírtuk a pályázatot, ez igazából azért is tettük ezt, hogy valamint azt, hogy a következő hónapban pedig már a döntés is megszületett. Ennek az volt az oka, hogy minél hamarabb rendelkezésükre tudjuk bocsájtani a civil szervezeteknek ezeket a támogatásokat, így ők is sokkal jobban tudnak tervezni akár már a tavaszi rendezvényeikhez. 23 pályázat érkezett be az önkormányzathoz, mindegyik pályázat befogadásra került, és el kell mondanom, hogy mindenki támogatásban részesült. Az igények, ugye ezt szintén többször is kihangsúlyoztam, hogy itt most már az elmúlt, tehát a 3 évvel ezelőtti állapothoz képest az ötszörösét biztosítja a önkormányzat a civil szervezeteknek, ugyanakkor az igények is megnőttek, de változatlanul el kell mondanom, hogy azt látjuk, hogy nagyon hasznosan és jól használják fel, úgyhogy nagyon reméljük, hogy minden egyes civil szervezetnek, civil szervezetünknek tudtunk ezzel segítséget nyújtani a hasznos rendezvényeik megtartásához. 3 intézményt is véleményezett a testület. Kiket támogattak? El kell mondani, ugye, ahogy többször mondtam, miután a tankerülethez átkerült a fenntartás, azóta nem döntési jogkörünk van, hanem véleményezési jogkörünk van, amiről a tankerület megkérdez minket, hiszen jogszabályban foglaltan meg is kell, hogy kérdezzen minket, és így véleményt tudunk nyilvánítani. Azt azonban el kell mondanom, hogy van olyan intézmény, ami Csorna városában található, jogszabályilag nem kötelező a véleményezésünk, mégis megkérdeztek bennünket, ami szerintem egy nagyon pozitív dolog, hogy tehát nincsen előírás, de mégis érdekli őket a mi véleményünk. Itt el kell mondanom, hogy mind a 3 iskola tekintetében, itt a Széchenyi iskolának a iskoláról beszélek, a kollégiumról beszélek, valamint az Arany János iskoláról beszélek, mindenhol vezetőre írtak ki pályázatot a vezetői teendők ellátására, és egy-egy pályázat érkezett be. El tudom azt is mondani, hogy a testület szintén egyhangulag támogatta, és akkor itt elmondanám, hogy a Széchenyi iskola tekintetében Váradi Józsefet támogattuk egyhangulag véleményünkkel, a kollégium tekintetében Nagy László urat támogattuk, valamint az Arany János iskola tekintetében pedig Bella Imrénét támogattuk, és nagyon reméljük itt maga a testület, és szerintem a lakosság is, hogy mind a 3-uk meg fogja kapni ezt a kinevezést, és szakmailag és emberileg is jól fognak helytállni. A Csorné búcsú időpontjáról is döntött a testület. Igen, így van, a vásárokról szóló önkormányzati rendeletnek az értelmében, hogy a búcsúvásár időpontját a képviselőtestületnek mindig az áprilisi ülésén kell kijelölnie. Ez idén is megtörtént, ugye ebben az évben augusztus 20-a az vasárnapra esik, így idén a búcsú változatlan helyen, tehát a Villamosparkban augusztus 19-e és 20-a, tehát szombat és vasárnap kerül majd megrendezésre. Nem kell azonban várni a csornai lakosoknak a búcsú időpontjáig, hiszen már most hétvégén is szeretnénk invitálni őket. És itt mielőtt a tavaszi fesztivált megemlíteném, el kell mondanom, hogy előtte lévő nap, tehát most hétvégén szombaton már a Táncvilágnapja alkalmából a pántlikások szerintem szokásaikhoz hűen egy nagyon színvonalas rendezvényel készülnek. Majd másnap a tavaszi fesztivál keretében várunk minden korosztályt. Én azt gondolom, hogy próbáltuk úgy összeállítani magát a műsort ennek a majálisi rendezvénynek, hogy a legkisebbektől a legidősebbekig megtalálják benne a számításaikat, úgyhogy mindenkit nagyon sok szeretettel várunk erre a hétvégére, és reméljük, hogy az idő is kegyes lesz hozzánk. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!